Pál Rebeka ásatásokon talált csontokat és cserépedényeket tisztít az Intercisza Múzeumban, ahol diákmunkásként dolgozik. 45 társával együtt a Nemzetgazdasági Minisztérium által meghirdetett diákmunkaprogramban vesz részt, amelynek keretében egy hónapos munka lehetőséget kapott. Már voltam itt tavaly is, és ebből kifolyólag jól éreztem magam, mert nem annyira megterhelő, de mégiscsak tudok vele pénzt keresni. Úgyhogy így el vagyok itt igazából. Szeretnék pénzt keresni vele, hogy ne a szülőktől kelljen kéregetni folyamatosan. És hát volt alkalom ide enni, úgyhogy jártam ezzel az alkalommal, és teljesen meg vagyok vele elégedve. Hatalmas segítséget nyújt ő, és későbbiek folyamán a munkamorált megváltoztatja, hogy a gyerek szembesül egy olyan, hogy na most én megmutatom, hogy én most dolgozni akarok. Szabó Márta munkaerőgazdálkodási ügyintéző szerint a munka révén szerzett korai sikerélmény elősegíti a későbbi munkaszocializációs folyamatot is. Mint mondta, Dunaújvárosban a diákok érdeklődése hatalmas, hiszen mindenki ki akarja próbálni magát, azonban a rendelkezésre álló összeg korlátozott. Nagyon jó, hogy a kormány gondolt a diákokra, és nagyon jó azt, hogy kipróbálhatják így magukat, csak hát ennek is vannak keretei. Nyilvánvaló, ha ez a jövőben is fenn fog állni, mint program, akkor szelektálni fogunk, és akik már részt vettek, azok nem, hanem újabb és újabb diákok kerülnek be ebbe a programba. Szabó Márta hozzátette, a Dunaújvárosi Önkormányzat és az önkormányzati fenntartású intézmények a hatáskörükbe tartozó munkákat kínálnak. Itt szóba jöhet irattározás, ügyviteli kisegítő feladatok, postai levelek feladása, valamint ügyféltájékoztatás is. A programban azok a nappali tagozatos diákok vehetnek részt, akik már betöltötték a 16. életévüket, de még nem múltak el 25 évesek. A diákmunkások bérét a kormány biztosítja. De pár évvel később, amikor elővesztek egy iratot.